Tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Bérkompenzáció kapcsán ugye két fontos dátum és lépés született. Az első január 1-ével hatályos, amikor az 5% fölötti kompenzáció tekintetében ugye a szociális hozzájárulási adóból azok a vállalkozások, akik a valamennyi munkáltatójuknál végrehajtják a bérkompenzációt, leírhatják a többlet igényüket. Ami érzékelhető, és már januárban jeleztük ezt, hogy látjuk, Magyarországon számos olyan vállalkozás van, akinek adott esetben az 5%-os kompenzáció is komoly problémát, gondot jelenthet, ezért keressük annak a megoldását, lehetőségét, hogy hogyan lehetne azoknak a vállalkozásoknak besegíteni, akik úgy szeretnék a munkahelyeket megtartani, vagy adott esetben fejleszteni, hogy ezt az 5%-os kompenzációba állami segítséget kérjenek. Tehát arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ellentétben azzal, ami az elmúlt napokban számos esetben megjelent, hogy korrigálni kell a korábbi időszakhoz képest a bérkompenzációt, szó sincs róla, január végén több alkalommal is egyértelműen bejelentettük, amikor a kormányhatározat ezzel kapcsolatban megszületett, hogy szándékunkban áll az 5% alatti részre pályázatot kiírni, és a mai nap gyakorlatilag ugye ez a kormány döntés meg is született, és néhány fontos dolgot szeretnék kiemelni, ami a pályázattal kapcsolatban fontos tudni. Az összeg, ami rendelkezésre áll, tehát 21 milliárd forint nagyságrend, és a pályázat igénybevétel, a támogatás igénybevételnek feltételük közül néhány fontosat engedjenek meg, hogy kiemeljek. Nagyon fontos az, hogy azoknak tudunk támogatást adni, akik valamennyi munkavállalójuk számára teljesítik a kompenzációt. Tehát magyarul a bérkompenzációt 100%-osan végrehajtják. Aztán nagyon lényeges az, hogy 2012-ben az átlagos statisztikai állományi létszámuk a 2011-ihez képest nem csökkenhet. Egy harmadik fontos elem, hogy a 2012-ben a munkaidő csökkentéssel érintettek létszáma nem haladhatja meg a 2011 évi átlagos állományi létszám 20%-át. Magyarul ugye ennek az a célja, hogy azok, akik a adott esetben a teljes munkaidős foglalkoztatást részmunkaidőssel emelték át, ez a mérték a 20%-ot nem haladhatja meg. Illetve egy nagyon lényeges elem, hogy az adott foglalkoztatónál a 2011 évi bruttó átlagkereset nem éri el a 215 ezer forintot. Ezek tehát azok a fő belemek, amely mentén úgy gondoljuk, hogy valóban azok a vállalkozások tudnak a pályázaton sikerrel indulni, ahol valóban az 5% is gondot okoz. Nyilván a pályázati feltételrendszerben egy fontos elem lesz az, hogy a költségeken belül a bérköltségek jelentős hányadot képviselnek. Magyarul azokat a magas élő munkaerőigényű munkáltatókat szeretnénk támogatni, ahol nagyobb részben minimál béren vagy garantált bér minimumon vagy ennek közelében foglalkoztatnak. Fontos elem, és a vállalkozások számára ez lényeges lesz, hogy a pályázható összeg ez a de minimis szabály alá esik, tehát ez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági termelői ágazatban a 7000 euró per 3 év, más ágazatokban pedig a 200 ezer euró per 3 éves korlát ilyenkor belép, tehát ez adott esetben egy nagyobb vállalkozás esetében már, ugye egy 60 millió forintos 3 éven belüli támogatási összeg, ez már komoly problémát jelenthet adott esetben a pályázatnál. A kiegészítő bérkompenzáció tervezett hatásait tekintve úgy számolunk, hogyha nagyjából 100 ezer forintos átlagos havi bruttó bér színvonalon és legfeljebb 3% az, ami pályázható, akkor nagyságrendileg egy olyan 450 ezer munkavállaló foglalkoztatásához vagy adott esetben bővítéséhez járulhat hozzá ez a 21 milliárd forintos összeg. A pályázattal kapcsolatban néhány fontos információ. Ugye jeleztük korábban is, ahhoz, hogy a
pályázatot meg tudjuk hirdetni, ahhoz jogszabálymódosításra van szükség. Ezek a jogszabálymódosítások most elkészültek. Terveink szerint márciusban a parlament elfogadja ezeket a módosításokat, illetve a március végéig, április elejéig szeretnénk a pályázati föltételt közzétenni. 30 napig lesz nyitva majd a pályázat, tehát ugye a számolunk akkor nagyjából április vége, május eleje. 30 nap áll majd rendelkezésre a pályázat bírálatára, tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy legkésőbb a június kapcsán, a júniusi bérek tekintetében már azok a támogatások, amelyek a pályázati úton kívánunk segítséget nyújtani, már rendelkezésre fognak állni a munkáltatók számára. Egyébként a pályázatot a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjaihoz kell majd egyébként benyújtani. Néhány fontos eleme volt még a mai előterjesztésnek, az egyik ilyen a munkaerő kölcsönzőkkel kapcsolatos probléma. Ezt is jeleztük a korábbi időszakban, hogy bizony itt a kölcsönzőknek, még ha végre szeretnék hajtani a bérkompenzációt is, nehézségekbe ütközik. Annyit szeretnék üzenni, hogy az elmúlt napokban, hetekben tárgyaltunk, és most a kormány elé már egy olyan anyag került, ami gyakorlatilag a problémájukat kezeli. Még a héten véglegesítjük a szövegezést, és úgy tűnik, hogy megnyugtató módon sikerül ezt a problémát rendezni. Köszönöm szépen!